A Budaörs hazai legyőzése óta az előző körben a Balatonfüred csapatától is elhozott egy pontot a KVS-e, így a hétvégi Puskás Akadémia 2 elleni meccset úgy várta Garami Zsolt csapata, hogy sorozatban a harmadik veretlen meccsét szeretné lehozni. A feladat nem volt egyszerű, ugyanis a felcsúti csapat előrébb volt a tabellán. Ráadásul a három dobogós csapat közül idén már a Tatabányát és a Veszprémet is elverte. A találkozón a küzdelem dominált, mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de az átütő erő mindkét alakulatból hiányzott. Sokáig gól sem esett. A fordulót a kieső helyek egyikéről kezdő komáromi a Káma úgy tűnt, hogy szerte foszlik, hiszen egy szabálytalanság után Bánfalvi Dániel kapust kiállították. Így a 75. perctől emberhiányba került a KVS-e. Ez volt a kisebb gond. A nagyobb, hogy Garami Zsolt eddigre már háromszor cserélt, így nem tudott kapust behozni, így a mezőnyjátékos Szabó Bence állt be a kapuba, aki hiba nélkül lehozta a maradék bő 20 percet. A csattanó aztán mégsem ez volt, hanem az, hogy a találkozó 86. percében az emberhiányban küzdő csapatunk Nagy Zalán góljával megszerezte a vezetést, ami végül 3 pontot is ért. Ezzel a sikerrel városunk csapata 10 meccs után 13 ponttal a tabella 10. helyén áll. Legközelebb vasárnap a Gyirmót otthonába látogatnak Garamiék, október 22-én pedig újra hazai mérkőzés lesz a Molajon, ahova a Bicske érkezik.